Lipai Zsolt az első helyezettünk. Nagyon nagy sikere volt ennek a bulgoros receptnek. Hogyan állítottad össze? Igazániból ez egy ilyen elég gyorsan megálmodott történet volt. Hirtelen kellett volna valamit vacsorára készíteni, és én rendszeresen főzök úgy, hogy megnézem, hogy mit találok otthon a hűtőben. Természetesen próbálok úgy vásárolni, hogy azokból egészséges és bárki által fogyasztható ételek, diétát elősegítő ételek készüljenek, és gyakorlatilag nagy kedvencem az avokádó, nagy kedvencem a bulgur, gyakorlatilag ezzel teljesen kiváltottam a korábban használt köreteimet, és ezt próbálom ma mindenféle létező módon variálni, hogy azért ne legyen unalmas. Gyakorlatilag így alakult ez az étel. Azt írtad, hogy 40 kilót fogytál. Tényleg? Ez most már egy picivel több is. Az gyakorlatilag 2 éve derült ki, hogy cukorbeteg vagyok, és akkor egy ilyen nagyon komoly életmódváltásba kezdtem bele. Próbáltam úgy megoldani ezt a dolgot, hogy a sport újra az életem része legyen. Korábban sportoltam komolyabban egy csúnya sérülés miatt, abba kellett hagynom, akkor ugye felszaladtak nagyon gyorsan a kilók, és hát a munkám, az életvitelem ez még rá is segített, és hát akkor kaptam egy nagy pofont, és gyakorlatilag azzal, hogy megváltoztattam teljesen az étkezésemet, illetve a mozgás az életem napi része lett, ezáltal sikerült ezt a tetemes súlyt leadni. Mennyire volt ez egy nehéz küzdelem? Mert azért ez egy hatalmas súly, ha most 40 kilóról beszélek. Igen, igazán meg is néztem, találtam is képet interneten, hogy néz ki 40 kg zsír, amikor így összepakolják, és hát eléggé megdöbbentő volt ezt így látni. Az eleje azért nem volt számomra nehéz, mert inkább egy félelemből indult a történet. Tehát én tényleg próbáltam komolyan venni ezt a cukorbetegséget. Nagyon sok embernél tapasztalom, akikkel azóta kapcsolatba kerültem, hogy nem veszik annyira komolyan ezt a dolgot, és én ezt elég nagy hibának tartom. Tehát gyakorlatilag volt egy félelem benne az elején, és amiután meg elindult, és megjöttek az első eredmények, hogy láthatóan tényleg, ugye ezért egy ekkora súly leadásánál hamar meglátszódnak az első eredmények. Onnantól kezdve már ez is motivált, és ez is hajtott. Inkább már a vége felé az, ami most már nehezebb, amikor már azért nehezebben mennek a kilók. Tegyük hozzá, Zsolt, hogy te tulajdonképpen a gyakorlatban megmutatod mindazt, ami a jó fogyásnak a receptje vagy a mintája lehet, mert te nem csak egészségesen étkezel, hanem mozogsz is. Azt mondja a fáma, hogy félmaratont futsz. Így van. Ugye, miután elkezdtem ezt az egész életmódváltást, megpróbáltam többféle mozgásformát is bevinni az életembe, és az egyik ez a futás lett, ami nagy szerelmemmé vált. Gyakorlatilag most ez a fő edzésem, és már idei évben 2 félmaratont lefutottam, most készülök a harmadikra, és a terveim között az a jövő ősszel a maratonnak a teljesítése lesz, most erre készülök. És szerepeltél a Konyhafilmekben is. Igen, még az elején, még a második évadban volt lehetőségem egy pár adásban részt venni a Konyhafőnökben. Hát ugye én gyakorlatilag teljesen amatőrként kerültem oda, nekem semmilyen konyhai előképzettségem nem volt. Igazániból csak nagyon szerettem és nagyon szeretek főzni, megpróbáltam. A zsűri akkor, illetve a szerkesztők akkor beválasztottak, rengeteget tanultam ebből a kis időből is, és nagyon jó kapcsolatokat, illetve embereket ismertem meg ezáltal, akik a mai napig segítik azt, hogy én a konyhában is sikeres lehessek.